Minden társadalmi réteget képviseltetni tudunk a helyi és a megyei önkormányzat szintjén, és a magyar összefogás is megvalósult Nagyváradon. Ezt nyilatkozta Híradónknak Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke, annak ellenére, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség saját jelölteket állította a helyhatósági választásokon. A magyarokra gyakran jellemző a széthúzás, állítják híres történészek. Ezt jól példázza a nagyváradi helyzet is a közelgő EP és helyhatósági választások apropóján. Az RMDSZ már februárban összeállította az úgynevezett összefogás listáját, és azt a célt tűzte ki, hogy partnerségre lépjen a magyar politikum, a történelmi egyházak, az ifjúsági és pedagógus szervezetek, valamint a roma szervezetek képviselőivel is. A magyar képviselet Nagyváradon, illetve Bihar megyében rendkívül fontos. A megyeközpontban az RMDSZ-nek a 2012-es helyhatósági választásokat követően már nem volt folyamatosan alpolgármestere. Még Ilie Bolozsán mandátuma alatt volt erre példa, de azóta a Nemzeti Liberális Párt politikusa a megyei tanács élén áll, utódja Florin Birtá pedig szorosan együttműködik a gyakran magyar ellenes kirohanásokkal jelentkező Bolozsánnal. Most mindketten újrázni szeretnének, legutóbb pedig jelentős többséggel nyerték a választásokat. Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei elnöke szerint azonban az összefogás jó eredményeket hozhat a bihari magyarságnak. A mi olvasatunkban a magyar-magyar összefogás megvalósult, mondta. A magyar összefogást azokkal lehet megvalósítani, akik akarnak magyar összefogást. Akik nem akarnak magyar összefogást, csak nagy szövegeket és lózungokat használnak ezzel kapcsolatosan, azokkal nem lesz magyar összefogás, valószínűleg sem Nagyváradon, sem máshol. Mi az utolsó pillanatig vártunk rájuk. Az a magyar összefogás valósult meg azokkal a magyarokkal és azokkal a magyar szervezetekkel, akik akarják a magyar összefogást. Az RMDSZ ugyanis felajánlotta a befutó negyedik helyet a tanácsosi listáján az Erdélyi Magyar Szövetség képviselőjének. A kisebbik magyar párt azonban ragaszkodott a koalíciós listához, és elfogadhatatlannak tartotta, hogy Nagyváradon vagy Bihar megyében az RMDSZ színeiben induljanak a két alakulat képviselői. Aztán bejelentették, hogy a polgármesteri tisztségre Csomortányi Istvánt jelölik, a Bihar megyei tanácselnöki széket pedig Habinyák István pályázza meg. Az RMDSZ jelölti a polgármesteri tisztségre Bíró Rozália, a megyei tanácselnöki tisztségre pedig Cseke Attila. A legutóbbi romániai népszámláláson a 183 ezer lakosú Nagyváradon mintegy 33 ezeren vallották magukat magyar nemzetiségűnek. Bihar megyében az 550 ezer lakosból 138 ezeren a magyar kisebbség tagjai.